Egy kis táskával indultam el márciusban. Nem vittem magammal sok ruhát, nyára egyáltalán nem. Amikor Nyugat-Ukrajnába értem, ott már biztonságban voltam. Küldtem egy üzenetet az itteni kollégámnak, hogy biztonságban vagyok a magyar határhoz közel. Azt írták, hogy látogassam meg a kutatóközpontot. Én beleegyeztem és megkérdeztem, hogy esetleg jöhetnék-e szakmai gyakorlatra, mert az jó lenne a karrieremnek. Senki sem mondta, hogy rossz ötlet lenne, mindenki egyetértett. Kaptam ingyen jegyet Budapestig, és ott találkoztam a kollégámmal, Csabival. Ő elvitt Martonvásárra, és megszerzett egy szobát nekem. Meglepődött, amikor találkoztunk, mert Olaszországban nagyon vidám voltam, sokat vicceltünk, de amikor megérkeztem ide, már semmi nem volt humoros. Legelőször Budapest számomra csak szürke volt, teljesen szürke. Nem láttam, milyen szép város, de most már jobb. Look, in first time Budapest for me it was gray, just gray. I not look how it's nice city, but now yeah, it's better, better. A háború kitörése után nagyon nehéz volt nekem. Sok hajam kihullott, de most már jobb. És itt mindenki nagyon barátságos volt. Ez a munka itt nagyon fontos a kutatásom és a karrierem miatt. Nagyon hasonló az ukrajnai kutatásomhoz, de az elv különböző. Ukrajnában túltermeléssel dolgoztam, amikor a gént transferáltuk a burgonyába. Magyarországon egy számomra új metódust tanultam, amit eddig nem próbáltam, hogy hogyan csinálunk gén knockoutot. Sok molekuláris eszköznevét megtanultam magyarul, a kollégák segítettek. Remélem, hogy tudom majd használni ezt a sok új tudást Ukrajnában, amikor majd visszamegyek, és majd újra tudunk kooperálni. Help me, learn me, and I hope I can use this new knowledge in Ukraine when I come back, and we can have cooperation again. A kollégák vagyunk teljes mértékben, egyidősek vagyunk vele, ő is doktori fokozata van neki, és ő is hasonló dolgokkal foglalkozik, mint mi. Úgyhogy most idejött hozzánk, és aztán erősíti a csapatot. Tényleg szokott lenni a tudományban ilyen, hogy az emberek így segítenek. Hát egy közösség vagyunk a különböző országokban is. Írtak nekem a kollégáim, hogy ott nem volt áram, nagyon sok problémájuk volt télen, nem tudnak dolgozni áram nélkül. Persze, hogy nem lehet, nagyon nehéz. De mégis maradnak az emberek. Az igazgató nem mehet el, és a többiek sem, akiknek nagy családjuk van. Nagyon sokat segített, mert először a szavakat sem tudtam elkülöníteni. Nem értettem semmit magyarul, csak bólogattam. That's not understand, just nothing. De most már tudok válaszolni, például a vonaton, amikor az ellenőr a jegyemet kéri, és tudom mondani, hogy szívesen, köszönöm. És értem, hogy mit akarnak mondani nekem az emberek, vagy mit kérdeznek. Szívesen, köszönöm, and I understand what people want to say me, and what is the question. Amikor először jöttem a kutatóintézetbe, megkérdezték, hogy akar-e jönni a családom is ide, kell-e nagyobb szoba. De megkérdeztem az anyukámat, és azt válaszolta, hogy nem. Én maradok az otthonomban, a cicáimmal, a kutyámmal. Nagy háza van otthon, és maradt ott. Úgy gondolom, hogy vissza fogok menni az otthonomba. Mindjárt sírok. De az itteni tapasztalatok nagyon fontosak, és érdekesek az életemben, mert azt hiszem, ha Kijevben maradtam volna, az nagyon nehéz lett volna. Interesting, because I think if I stay in Kyiv, it can be very hard.